napot kívánok, üdvözöljük Önöket újra! Szép jó napot! Jó napot kívánok! Amit most fogunk elkészíteni, hárman, mert nagyon sok segítség kell hozzá, ennek az ételnek a neve a ponypörkölt. Ez az étel, ez gába vencsellőről származik, nagyon sokféle ponypörkölt variációt lehet találni mindenhol a világhálón, de ez a recept, ennek a receptnek az alapja, ez gába vencsellői. Walter Béla bácsi osztotta meg velem, ő az édesanyjától tanulta, ő pedig a nagymamájától. Mivel kezdünk, kell hozzá mindenféleképpen egy ponty. Ez egy lecsóval készülő halas étel lesz, amit sütőben fogunk elkészíteni. Laci és Reni el fognak készíteni nekünk most egy jó nagy adag lecsót. Amíg ők a lecsóval foglalatoskodnak, addig én pedig megtisztítom ezt a pontyot. A lecsónak az érdekessége az lesz, hallal fogunk dolgozni, hangsúlyozom, hogy vajjal készítjük. Azért vajjal, mert hallal dolgozunk. Ha hal, akkor az semmilyen állati zsiradékban nem készítjük, nem adunk hozzá, nem fermentáljuk benne, mert elvenné a halnak az ízét. Pontynak a tisztítása, ugye a pontynak a tisztításához kell mindenféleképpen egy filéző kés, és a ponynak nem úgy állunk neki, mint mondjuk egy keszegnek, vagy egy átlag mezei halnak, mondjuk a busának, vagy az amúrnak, hanem fogjuk, és a filéző késünkkel, ugye egy nagyon vékony és rugalmas penge, felszúrjuk a farkánál a pikkelyt, és szépen végig toljuk a késünket, és megszabadítjuk a halat a pikkelytartó lebenyétől. Lecsót elindítottuk ugye vajon, Renáta gyönyörűen készíti, megpirítottuk egy kicsit a hagymát, hozzáadtuk a paprikát, nem sóztuk, nem borsoztuk, azt is átpirítottuk, és utána adtuk hozzá a sót, hogy törje meg, ugye a sónak milyen hatása van, ezt már nagyon jól megtanultuk. Nedvességet elvonó. Így van, nedvesség elvonó, nedvesség megkötő, nedvszívó hatása van. A só használata a halnál általában nagyon-nagyon tévesen van berögzülve az emberekbe, mert azt mondják, hogy a halat, azt jól be kell sózni, mielőtt elkészítjük, és ha lehet, akkor akár egy napot is pihenjen, sóba állva, hűtőbe az a hal, de minimum egy óra hosszát be kell sózni, hagy legyen jó íze. Hát akkor a halnak maradjunk annyiba, hogy nem jó íze lesz, hanem só íze, és ráadásul a halnak a természetes ízét, a nedvességét, a halhúsnak a feszességét fogjuk teljesen elrontani, azzal, hogy lesúzzuk a halat sokkal korábban, mielőtt sütnénk. Közben én ezt a pontyocskát feldarabolom, nem filézzük, csak patkót vágunk. A lecsónk már készül, és mielőtt tovább haladnánk ezzel az étellel, megfűszerezzük természetesen csak sóval és borssal a halszeleteket, és vajon egy kis kérget fogunk adni a halszeleteinknek. A halszeleteket szétrakjuk egy kis tálkán, és megfűszerezzük sóval és borssal. Mivel vastagok a halszeletek, ezért bátran lehet sózni. Készen van? És nem várunk, mehet föl a serpenyő, tehetünk bele vajat, olvasztatjuk meg a vajunkat. Közben én melegítettem föl egy kis vizet, és ebbe bele fogunk tenni csúszatésztát. Nem megfőzzük a tésztát, csak egy picikét beáztatjuk. Addig kell beáztatni a tésztánkat, amíg gyakorlatilag a keményítő meg nem jelenik a tésztánk felületén.
Ezt onnan tudjuk, akkor veszük észre, hogyha megérintjük a tésztát, és csúszik rajta a kezünk, ilyen ragacsos, csúszós érzés. Szemmel látható is lesz ez a folyamat, elkezd majd szépen kifehéredni a tésztánk. Amikor ez megtörténik, akkor gyakorlatilag azonnal le lehet szűrni a tésztáról a vizet. Ez az ételünk egy rakott, egy rétegzett étel lesz. Jó, és Laci tökéletesen süti a halat, gyakorlatilag csak sütünk rá egy pici kérget. Addig Renátát megkérjük, hogy a lecsóból, a lecsóhoz adjon egy pici folyékony füstöt. És akkor most rétegezni fogunk. Mivel kezdünk? Lecsó. És most pedig teszünk rá egy kicsi friss paprikát és friss paradicsomot. Paprikát én hozom. Hagymát nem teszünk frisset. Nem teszünk friss hagymát. De gyakorlatilag különböző textúrák fognak találkozni így a szánkban, ugye a jó ízt a már elkészült lecsó fogja adni. A roppanóságot, a frissességet, ezek a friss zöldségek, amik odaérnek. Jó, és akkor most mehet a hal. Mielőtt teszünk rá tésztát, hogy a kedvenc fűszerem az a kakukkfű, ezt egészítsük ki egy kis friss kaporral, jó? És ide erre a rétegre kaprozunk, meg kakukkfűvezünk. Csak tépkedjük rá. Csak így, randomba, jó? Erre tegyünk vékonyan egy pici lecsót, jó? És jöhet rá a friss zöldség. Ezt nyáron, kemencében, otthon bátran elkészíthetik. Nem egy ördöngőség, nagyon jó íze van. Egy könnyű étel. És ugye fel szokott merülni, hogy mi legyen a köret, hát ugye alapból egy jó tészta már ott van benne, de nagyon finom ez az ételünk, fokhagymás, pirítós kenyérrel, én biztos más nem tennék hozzá. És berakhatjuk a sütőbe, körülbelül 35 perc, 220 fok. Hölgyeim és uraim, a triumvirátusunk azt hiszem befejezte jelenlegi pályafutását, elkészült ez a ponypörkölt, ami igazi Szabolcsi gávavencsellői recept alapján hoztunk össze nagyon sok nagy lecsós pontyot. Nagyon-nagyon köszönöm a segítségét Reninek, Lacinak. Igazából én szívem szerint ezt nem bolygatnám tovább, mert ebben a tálban, ebben a kontextusban is nagyon jól néz ki. Bátran fel lehet így tenni a család asztalára. Nagyon szépen megpörzsölődtek a friss zöldségeink a tetején. Az a friss paprika, ami itt volt, picit összeesett, de nem tűnt el az ételünkben. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. Bízunk benne, hogy értékelhető recepteket mutattunk. Jó pihenést és jó főzést otthonra. Mindenkinek is jó étvágyat. Jó étvágyat önöknek. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.